The Legend is ending now. Tovább men, többet ne beszélj angolul, norvég, úgy megy. Aztán itt vagyunk a 9. résznél. 10 résznek kéne lenni ennek a Tomb Raider Legend walkthrough befejezés végigjátszásnak, nem? Legalább 10-nek, nem 9, ez milyen 9? Ez egyszerűen... Ja, még nem hallottam még a másik utcában se, hogy 9 részes legyen egy végigjátszás, nem 10. Akkor becsüljük már, a kerekítsük már fel, mint a boltba, nem? Mindegy, hát 9 rész lesz. A Crowbeatokot is belevesszük, és természetesen jön a utolsó pálya, ami egy, hát egy ilyen kicsi, rövid ilyen kis utazás lesz, olyan, mint hogyha most kimennéd a 2 kilométerre lévő rétre, és ott tanulnál egy picit, egy röpke, egy órán, és jönni utána hazafele. Egyébként van egy olyan ötletem, van egy olyan félelmem, egy olyan ragályom, egy olyan kis bajom, gondolom, hogy szerintem ez az Excalibur nagyon hangos. Hát olyan, mint egy nyögdécselő, gőgücselő kisgyermek, amikor megszületik anyja hasából, vagyis mikor kijön, nem megszületik, hát úgy is lehetne mondani, hogy megszületik, szóval nem mondtam semmi hülyeséget. Jó, de azt ne gondoljátok azt, hogy most lecserélem ezt az Excel táblázat, Excalibur-t majd pisztolyra is azzal megyünk, mert nehogy is. Natla, mi az, hogy Natla? Natla Industries. Ez a Natla Industries, ez majd a jövőben újra képbe fog jönni, mivel azt hiszem a Anniversary-ba lesz majd egy olyan főjelenségünk, egy ilyen szőke, ilyen igazgató nő, akit Natlának hívnak, és bizonyára már körülbelül 30 éve nem jártak már a bugyiába senki sem. Kb. Úgy néz ki, meg olyan nagy vehemenciában ugrunk bele a szakadékba, nyefelge, nyehelke, nyihaha. De hála jó Istennek nem ugrottam bele. Isten meg, hogy ilyen szépséget elveszítsük itt a bolívai esőerdő, őserdő dzsungelében, ahol egyetlen egy fa sem látszik. Jó, Rutland szerintem most hamarosan kileheli lelkét, és azt mondja, hogy átszer neki bomba, és meghal. Így van. Hoppá. Szerintem Amanda majdnem kilátszik a félpicsed. Na, Rutland ennyi volt, tényleg? Hát akkor mondom már... Izé, gálába ki kellett volna nyírnunk. Sajnálom, Amanda. Sajnálom. Fogd be a szádat, egy kis izét. Hoppá. Nehogy visszaváltozz ahhoz a szörnyé. Egyébként azért beszélek halkan, mert... Most éppen pihennek a szülők, meg minden, tudjátok, ilyenkor halkan kell beszélnem. Most nem kell, csak... Tudja, aki okos, meg normális ember, az nem költi fel a szüleit, mikor pihennek. Na jó, már megint átváltozott ezért a, nem is tudom, legutoljább ilyen szörnyet hol láttam. Hát talán a Tesco, amikor lehetett gyűjteni ezeket a Tesco kuponokat, és akkor kaptuk a Lego Star Wars-os figurákat. Talán ott láttam utoljára ilyen szörnyet. Hát testvérem szerintem úgy gondolom, hogy te sem menni el este sehová se, csak inkább takard be a fejedet a paplannal és szúnyókája. Ilyen fejjel hallod, én esetleg csak ilyen Tesco, ha már Tesco-ra maradunk, Tesco szatyóra mennék az utcára, úgyhogy a fejemet ráhúzom, majd nem tudom, hogy ne az acskul, és akkor hátra belefújodok. De egyébként most sokkal könnyebb lesz, sokkal könnyebb dolgunk lesz ezt a karakter, ezt a perszönt, ezt a Amandának a szent állatkáját. Amand ilyenkor nem tudom, mikor szörnyi alakul, akkor hogy tudja így magát megmasztizni. Hát szerintem sehogy, de igazság szerint nem is erről szól most a fáma. Várjon már egy pillantásnyi erőt. Itt csak simán megint ki kell iktatnunk a szörnyet, vagy itt is valami oszlopot is kell adni, valami pedig a földbe kell döngölni. Nem, az a baj, mert nem nagyon emlékszik erre se. Úgy vagyunk, mint a Kazasztán pályánál. Az emlékek nem maradandók. Kimosták a fejemet, mondjuk úgy. Egyelőre biztos regenerálódni fog párszor, egy kis szörnyecske, aki nagyon hívnál meg a mamánk ballagására. Jajajajajajaj, nem fog odaérni. Amanda, tátok, sikerült valamit megcsinálni, vagy csak egy nagy ládát tettünk azonnal özvegyé? Hát szerintem nem. Nagyon későn nem oda. Az a baj, hogy a kardot fogdassa. Úgy fogdassa a kardot, mint hogy nem is tudom, hogy egy zsáknyi 20 litros fogdassa le rá. Egy nyugdíjasztás előtt. De ez nem fog egyelőre menni.
Igazából szerintem most kell azt mondani, hogy vegyünk elő a kis pisztolyt, és akkor a kis pisztolya majd biztos jobban fog menni persze nagy francokat. Jó, állj már elfele. Ebben a nagy kánikulában nagyon sokan elmondanak, akkor ezt sikeresen kikerültök, és akkor most kell nyomni egy ebetűt, nem? Így van. Jó, akkor először is sikerült. Oké, megnyugodott a kicsi kis szervezetem, nem kell már bevennem egy újabb marék kalmopirint, vagy esetleg azt mondom sem. Hullára. Egyébként majd mondok a videó végén, ha már végigjátékot vesztük, egy olyan titkot, amit nem szerettem volna elmondani sohasem, hogy a teenager koromat, már nem is a teenager koromat, hanem a teenager koromat, ez a játék, nyomtam a home gombot, bazd meg, nyomtam a home gombot, hogy regenerálódjál, te kis izé. Szöcske rókalába. Ez nagyon fasza volt. Nem tudom, ennél az ellenségnek kívülállóbb ellenség van-e a Tomb Raider történet előszörűen emlékben. Hallod, te felélsz 30 darab ukrán mafiózóval, komám, egyetlen egy véleben. Na, Amanda megint így ilyen anyját hívja, hogy adjon neki lelki erőt. Tudom, hogy ilyenkor ugrani kéne, de vagy kardozol, vagy ugrasz. Egyszerre kettő nem megy, és megint felrúgtunk. Úgy csinálsz, mint a tényleg iskolában lenni, ilyen bullis iskolában, és mindig lögösnek felfelé az emberek lele. Én már azt kívánom, hogy egy jó kis azért forró kárba bele, fetre, és ott a szépen eltőzélek, mint a nagy munkád után, hogyha én nem sikerül túlélni ezt a bolígyra jutott, mert hogy ne sikerül, nézzem, te vagy Laracov. De elájulsz? Ma még? Jó, köszönöm szépen, hogy elájultál. Amúgy most úgy csinálom, hogyha egy ilyen heavy metal rock koncerten lenne, és ott az első sorban csáfolna. Ez az keresztes Ildikó, ez az! Mondja, hoppá, 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 hoppá. Megint el kéne álljulni. Gyorsan álljulni elfele. Jó, magyar vörös keresztet. Oké. Egy ebetűt újra nyomom. Mennyi életere van ennek, még ennek a kis izé herezacskónak? Az a baj, hogy megint nem tudok ugrani. És nem akarok kiabálni, pedig most nézd meg, összesz a pattunk gyerekek, mint a izébenek a himbólintóba. Megint most kéne ugranunk, így van. Az a baj, hogy oszlop nyúl, a kis gyáva. A kis gyáva nyúl, aki Amandával bújva próbáljuk nagyon arcoskodni. Baszki, majd meg tudjuk halni, nem? Hogy ne halnánk meg? Hogy lehet? Ez az én szavajárásom. Ez az én tendenciám, hogy mindig megdöglök. És akkor az utolsó E betű, nem sikerült? Aztán. Kankós eget. Komolyan. Gyere össze egy másik szörnyen. És legyen ilyen szörnyen. És miért titeket van, hogy szörny gyerekecskék. Azt mondja, hogy ilyenek egy ilyenek, miért szeretnek. Lökjében a szakadékban, minek már. Azt mondják, hogy is már sajnos nem lehet gyerekem, ha valamire nekünk nem. Ez azt hiszem belássuk a tényleg a szakadékba, és ennyi egy hajszányi életerővel sikerült legyőzni. Én gyerekek, ezt csináljátok. Ne egyfolytában csak a Facebookot bögyögtessétek. Ezt csináljátok utána. Nagy győzelmi csata után már nem is tudom, hogy rágót vagyok ebben, vagy negrót. De Amanda szerintem nem halt meg, úgyhogy nem kell már, nem kell azonnal izét örömítassan éjjelzen és énekelni ezt, hogy Avril a Sunshine. A régi kis könyvecskénk, napló, amikor még nem csak enaplók voltak. Igen, ott vannak a bolygók összeállása. Amanda úgy fekszik, mint hogyha vagy háromra a kupicát megívott volna és nem bírja italt. Jó, hát eléggé gondolom sok idő eltelt már mióta itten így a hegyecskék között járkálunk, dombokon, hegyeken. De a mellünk még mindig bírja. Az olyan tartós, mint a rizska tej. Szerintem most kéne kiugranunk a körből. És megjelenne anyánk, hogy micsoda? Tényleg megjelenne, az eléggé morbid lenne. Horrorisztikus. És tényleg ott van anyánk. Ahhoz képest, hogy már
körülbelül 30 éve elveszti, azóta még ahhoz képest nagyon jól tartod magad. Én vagyok az, Lara! Na, ne, el fogja rondani. Ne húzd ki a kardot, te! Hé, az a szoposzájú... Ne figyelj rá a szoposzájúnak. De nem robban fel, menj már innen, te! Bazd meg! És újra elvesztettük édesanyánkat. Bimbó hasadás. Az igen, majdnem levágta a fejünket. Én tettem tönkre minden, te! Öld meg! Öld meg! De hová ment akkor, izébe? Menyegzőre? Avalonba? Most eszembe jutott egy szám a GTA-ból. Avalon... Akkor húzd meg a ravaszt! Húzd meg a ravaszt, Lara! Húzd meg! Avalon! És majd a Tomb Raider Underworld-ben... Underworld? Ez igen! Ez még nekem is fájt, hú! Kicsit a homlokom már meg is gyöngyöződik. Mit akartam mondani? A Tomb Raider Underworld-ben majd oda fogunk menni, Avalonba. Hát, ha majd anyánkkal találkozni fogunk. És Amanda miatt tűnt el annó édesanyánk. Kibaszott ilyen idő, galaktikus intervallum, szarság, nem értek hozzá. Eddington professzort. Szervez meg egy találkozót. Hát igen, és így végződik a Tomb Raider legend. Jó, utolsó pályát annyira nem nőtt a szívem csücskéhez. A fordíték megjegyzése. Fordítók. Az nem baj, főnök, ez egyáltalán baj. Ó, megint kaptunk ruhát. Ennyi lényeg. Sikerült. Körülbelül hány százaléknál jön? 92%. Aha. Megnézzük a öltözékeket. És azt hiszem, hogy ezekben bármelyikben simán így nyomulhatunk, száguldozhatunk a Croft pályán. Komandós, sportos. Jó, hát nem mindent sikerült állakolni, de egye meg a fészkes fekete fene. Nézzük meg a Croft birtokot, már azt annyira szerettem volna kipróbálni már sokkal hamarabb ideje óta. Itt is vagyunk. Igen. A munkatársak, akikkel együtt élünk itt, mind itt vannak. Itt van Winston. Azt hiszem Winston neve. Amik is Leslie Nielsenünk. Hát reméljük nem gyújtsa fel a házat. Hú, mekkora tud. Egész izé erdőt kivágnak, gyerekek. Beledobtak egy egész fát a kályhába, hagy égjen. Hú, orcát. Tiszta vörös lesz Lara. És hogyha vörös lesz a Lara, ha vörös lesz az orcád, akkor nívával kell bekenni, érted? Jó, Winston egy fejjel magasabb nálunk, úgy veszem észre. A virámen már szállat kifele. Látom, a komornyik végzi a dolgát. Itt van Zip, aki mind egész végjátszását ugatott nekünk. Most már csak annyit mond, hogy hello. Ilyenkor már nem beszél, csak akkor, amikor a gyönyörű tájakat néz. Rálépünk a billentyűzetre, de bírja. Oké, hát akkor... ez egy olyan pálya, mint a Croft birtok, és van egy arany, 10 ezüst és 16 bronz. Annyi a lényeg, hogy összegyűjtsük az összeset. Nincsen előre megkötött vagy feladat, amit be kell, amit csinálnunk kell, csak járkálgatni. Különböző helyek vannak, majd a Anniversary-ban sokkal több helyet meg tudunk nézni a Croft birtokba. Kertbe is tudunk majd menni. Ezért kullancsot gyűjteni a bokrosba. De egyelőre most ott nem tudunk, hanem a felszereléseinket is meg kéne valahol nézni, hogy merre lehetnek. Jó, elsőnek ajánlám azt, hogy nézzünk be a hálószobába, nézzük meg a mi kis ágyikónkat, ami csak úgy már csalogat, hívogat minket, hogy gyere ide, Lara, gyorsan ugolj bele fele a gyomromba, hagy gyomrosztassalak meg. Egyébként mindegyik ajtó mögött ilyen hosszú szoba vár minket. Hát komolyan, itt egy gokárt rally versenyt is
le lehetne rendezni olyan hosszú ez a folyosó. És itt is van a szobánk. Hát télente azért mesztelenül nem szoktunk itten rákolló rákjárásban járkálgatni, mert eléggé hideg a padló. Ó, szerintem ennél a kígyófejű néninél, akinek eléggé elvaszták a haját, a fodrásza nem valami jól teljesített, szerintem itt lesz a kis pisztolyunk. A kettő kis pisztolyunk, mert mi már neki nem kellett végigvinni az a G-Tesendrás, hogy dupla fegyvert tudjunk használni. Így is ebetű, közben be vagyok rekedve. Nem is tudom miért, talán túl sok fagyit ettem. Igen, e héten körülbelül megettem már két gombos fagyit, szóval ez lett a probléma oka, a probléma forrása. Akkor már két bronzot felvettünk ezek szerint. Jó, közben azért nézegessünk széjjel, ne siessünk. Eléggé sokáig tartott ez a végigjátszás, de itt a végén már nem szeretnék. Elnézést, ráköptem a falra. Nem szeretnék nagyon sietni. Hát konkrétan, mint a édesapámat látnám. Lere api is hasonlított katonaság, biztos, hogy a magyar, itt a magyar földön a katonaságon dolgozott, katonáskodott annu. Itt a gyártya, itt szoktunk zabálni. Mekkora telefon? Az igen. És belemegyünk az asztalba? Azt hittem. Ekkora vagy ez fax lenne? Olvasgatunk itten néha napján, bekapcsoljuk közben. Rúzsa Magdi egyetlen. Egy számát, na itt van a öltöző szobánk. Miben járkáljunk ugye estében, otthon. Ennyire megtiszteljük a házat. Azt nem mondta, hogy lőni kell belefele a szekrénybe. De mekkora anyagi kárt csináltunk ezáltal. Hívjátok a szekrényest, ha van olyan. Jó, hát az a baj, fűrőruhánk még nincs. Azt nem oldottuk fel. Legyen esti, vörös. Az ilyen, tudjátok, mint ha mennénk a glamour gála díjra. Én vagyok mondjuk Tolvaj Reni. Nyár van. Ja, az Rúzsa Magdi. Oké. Jó. Megyünk tovább. Azt hiszem, itt van valahol egy rejtett átjáró. Na, egyelőre kiveséztük ezt a szobát. Úgy is lehetne mondani, hogy nem tartunk igényt a szolgálataira. Jelenleg. Ó, nézzük, hogy milyen ilyen férfi boxer alsóba csinálja Lera itt a akciókat. De még így is nagyon szexi, így is nagyon megnyerő, így is mondhatnám, hogy csókoltatlak. Jó, akkor most a csákán kellene felvennünk, ami itt van lent. De elő miért nem vettük akkor fel? Vagy még nem lehet? De hogy nem, itt is lehetett volna, csak egy ebetűt kellett volna nyomnom. De Hancu Norbert ezt nem tudta kivitelezni. Itt is a csákja. Úgy néz ki, mint egy jojó. Hát nem Spidget Finner, jojó. Maradjunk jojónál, Zippel, nem beszélgetünk? Amúgy Zipp látom most nagyon dolgozik. Előtte van a BIOS, és így nyomkod össze-vissza a gombokat. Hát azt hiszem, hogy attól sokkal jobb teljesítményű lesz a gép. Hát ő tudja. Én azt mondom, hogy vágjuk bele a térdünket kétszer is a lépcsőbe. Ó, már itt is van egy ilyen csillogó kis... Hát hogy néz ki az? Mint valami régi ilyen aszték embernek a fogazatába, a orjukába beletettük volna a csákányt, és azt húzigáljuk. Mekkora vázák van a gyerekeket? Ebbe, hogyha még malacvágás lenne, leráig ne, simán bele lenne gyűjteni ebbe a vért, nem? Csepegtetni. Ó, ide szerintem egy pisztolygolyó kell, így van. Régen nagyon sokat járkálgattam itt, mindig néztem, ahogy mozog Lerának a kontja. Meg más is. Na majd elmesek egy történetet. Már most kezdem, jó? Kérjük ezt valaki, ezt a történet monológot rögzítse a leírásban. Mármint az időtartamát, hogy mikor kezdtem el. 2007 nyarán, mikor hány éves voltam? 14, azt hiszem. Ismerkedtem meg először Lerával. Egy demo kapcsán, először még csak a demóval játszottam. És akkor volt az, hogy szerintem akkor volt első merevedésem, hogy ne röhögjetek, de akkor már nem tudtam róla, hogy mi az, meg ilyesmi, egyáltalán nem is érdekeltek így a lányok, meg ilyesmi, a lányok, szóval, de akkor volt tényleg, Lara okozta nekem életem első merevedését. Ezt írjátok fel valahova naplóval, hogy valami ezt gyűjtsétek fel, vagy gyűjtsétek, írjátok össze. Mikor beleugrott a tóba, és akkor ottan így himbál, a vízben így himbálózottak a tőgyei, és akkor így
fuldoklott, tiszta ilyen aquafilián van szerintem nekem. De tényleg akkor én... Jó, nem a későbbiek során, mikor már nagyobb lettem és tudtam azt, hogy már hány méter, nem azt mondom, hogy egy-kettőször nem gondoltam álmaimba lerára, és akkor úgy sikerült a majmot felegyenesíteni, de igazából nagyon sok mindent köszönhetek lerának, itt van a lámpánk. You're not going outside, are you? Not when there are still so many interesting dark places inside. És ezért is szerettem régebben a vizes pályákat a Tomb Raiderben. Ez valami kibaszott fét is, de a Underworld-ben is nagyon szerettem még az első pályát, mikor Lara abban a kis búvárszárkóban cicózik a tenger alján. Gyerekek, hát ezért iratkozzatok le, kövezzetek meg, vessetek a malacok elé, de sajnos ez így van, és ezt nem is fogom sohasem letagadni egy kis újdonság Gaeta Norby életéről. A könyvekkel is kell csinálni valamit, de még nem hiszem, hogy most. Azért vannak ott azok, nem azért, mert el kell olvasni, mit tudjam én a Bernárd-hegyi életét, hanem azok a könyveket majd meg lehet így pöckölni szépen, de egyelőre még nem. Azt hiszem, hogy itt is valamit le kell nyomnunk, egy... Na, mindegy, még nem akkor. Egyelőre nagyon el vagyok itten sietetve dolgokkal. Na. Nesznek egy jókai összes most már az a trágyában végezte. És ebben az a legpoénosabb, hogy Zippet, Alistair-t nem engedjük dolgozni. Tényleg, de úgysem, mintha dolgozna amúgy. Ez milyen könyv? Ebben sok mindent olvasol amúgy? Mi? Hogyan legyünk láthatatlanok? Egy izé oldalon át azt olvasod, hogy mi? Vagy nincs odaíró semmi, de mindegy. Hát akkor kicsit idegesítsük még. Azt hiszem, hogy így, oké. Mindjárt megint elkezd nekünk itten pampogni. Ne aggódjál. Alistair, te nem kapsz ilyen golyó általi halálban meghalni. Én úgy gondolom, kiengeszteljek? Kiengeszteljelek? Azt akarod, kiengeszteljelek? Nézd meg. Kiengesztelek akkor, nézd csak. Nézd, cici. Legyél te román belik. Na, titis! Na! Alistair? Most mondjad, hogy valami bajod van a életeddel, meg a munkahelyeddel? Más ember összetenni a két kezét, hogyha ilyen munkahelye lenne? Ilyen jó főnök asszonya leledzene? Na. Igen. Jó, Alistair. Még teljesen nyugodt. Úgy is mondhatni, hogy egy rakétát lenne a hátam mögé lőni, akkor sem lenne ideges. De mondjuk nem biztos az. Na mindjárt akkor oda mellé lövök. Megnézzük, hogy mennyire vérmérséklet ez a csávukánk. Ilyenkor nem lehet lőni? Hogy ne lehetne? Ott volt egy szúnyog, ott egy légy, ott van egy szép teknős béka levegőbe, érted? Be vagyunk egy kicsit LSD-zve. Annyi lényeg, hogy segítünk Alistairnek. Jó, azzal nem tudunk semmit se csinálni. Hú, jó, hát nem tettük oda jól, nem. Igen. Don't be sarcastic, Alistair. It's dishonest. Ja, flagman, mindjárt ki lesz elrúgatva. I asked Winston to install a handle for you, but he didn't offer the curse. De az mi az ilyen? Egész Croftbirtok egy ilyen tiszta gyakorló pálya, ezt nekünk alakították ki. Jó, lámpa nem kell, váljunk már, nézzük már csak meg, hogy mennyire bírja a szeme Alistairnek, kell-e még egy újabb, erősebb szöveg a fejére. Jó, bírja. Jó, majd oda még nem megyünk le, ki tudja milyen állatok vannak ottam. Lehet ott van a régi pónilovunk, lehet a régi pónilova, és teljesen már nem is, az nem is egy póniló, hanem egy egészen más valami. Meg akar minket ölni, azt mondja, gyere ide Lara, gyere ide, gyere a farkamra. Szóval, ki tud, vigyázzunk, na vigyázzunk nagyon. Csak utánad, hölgyem, csak utánad. Így van, leugrunk. Itt egy ezüst. Itt esetleg valami, jaj, még törékeny, nincs is benne már semmi, mit törék, ennyi bor kellett? Naponta régebben megitte 5 liter bort Lara, hogy ennyi bort kellett ide rendelni. Hát mindegyik csak a pohár van, nem törékeny. Hát mi lehetett volna benne, ha nem üveg?
Közben én is nyögök. A víztükör felett az ikár nővérek hátat fordítanak egymásnak. Ha mind vesztek össze, mi? Egy pasin. Jó, hol lehet itt víztükör? Gondolom majd a medence résznél. Hát Lárának van ilyen kibaszott nagy medencéje. Én meg örülök, hogyha fel lehet tudom menni a Tiszatóba, hogyha ugyebár az ember népesség miatt lehet sem benne rendesen fürödni. Na, okidoki my friend. Tonight is never die. The beach is mindig ugrál. Jó, akkor egyelőre nem menjünk vissza, hanem menjünk a víztükörhöz. A víztükör felett sok a bögöly. Mert Lara egész életében egyfolytában csak lövöldözöl. Azt hiszem, hogy ott, igen, van egy konditermés Larának. Gyerekek, hát havi béleti díjat inkább magának megtartsa, mint hogy odaadja bármelyik emberi fajnak, aki konditermet üzemeltet. De mi csak, mint ha valami izében lennénk, nem olyan várba, csomó olyan pajzs, meg minden. Ó, és itt is a medence, hát ilyen estébe szoktak amúgy ugrálni. Hát ilyen nagy átmaradott buliban biztos, bizonyára, de felveszik ezt a bronzot. Így van, hagyj lebegjen, aminek lebegni kell, libegni. És... nehogy azt kérdezzétek, dudorodik már, Norbi? Ahogy mondta, dudorodik már? Nem dudorodik még, attól még nem vagyunk víz, majd ha vízbe leszünk talán akkor. Félkézzel elég nehéz a irányítás, hogyha már tényleg így rejszol az ember, de itt a végjátszás keretén belül nem fogok. Amikor eljöttél... Hogy örül már az a hal, ott a szája, milyen közel van a mi kis rejtett, a rejtett barátnőnkhöz. Itt is olyan egy bronz. És akkor most már tényleg ugoljunk bele a vízbe. Úszásoktatás, befelé a vízbe! Jó, tesi tanár révén. Egy ilyen jó kis ilyen, tudjátok, mint a vizes VB-n. Whoops! És már bent is, benne is vagyunk a medencévét szépen. Hát azt minden nem mondani, csak azt nem, hogy a kiszáradásban fogunk elhalálozni. De tényleg még egyszerűen bámulatos, hogy még jobban látom a hátizsáknak a körvonalait, meg a pettyes túrorud is estének a vonalját. Ja, közben fuldoklálunk, nem baj az, nem baj. Normálban vagyunk, de 12-es játék nem fogunk belefullanni. Kis tüdőkapacitást növelni kell, én úgy gondolom Lara. Ó, és ilyen rejtett átjáró. Ó, abban az átjáróban szerintem... Jaj, már azt mondja Lara így... ahogy tudja, hogy nekem ennyi elég, nekem több már nem kell. Ó, a másikat nem tudjuk kinyitni. Jó, akkor később. Azt írja, hogy... le vagy tartóztatva. Azt írja, nem kell mosakodni. Ez nem egy kibaszott Head & Shoulders reklám. Akkor jó kis klór, utána majd simán egy jó kis korpásodás elleni samponnal illő majd megmosdani, de egyelőre még hagyjad le rá. Szépen menjünk fel. Na, fogd már meg annak a harcsának a fejét. Hát nem kopol, nem pikkelyes, ez csak egy szobor le rá. Nem kell agódni. Jó, itt hol kell felmenni? Itt kéne? Gondolom. El kéne mennem, ó, rejsz, el kéne mennem, de ahhoz túl jó videós vagyok. Ó, de ezek a kecses lábak úgy ugrál rajtam, mint maga lenne a zalatni sarolta, a cini. Ó, nem ők fordítanak egymásnak hátat szerintetek? Szerintem igen. Na. Hú, mindegyik Pierce Brosnanre vetette a tekintetét valamelyik. Na, de akkor hátat fordítsat, várjunk már, nem biztos, hogy olyan hátat kell fordítani, még itt is van egy valami. Ó, ez egy majomfej lenne? Ó, Donkey Kong, hello, meg csikizzük a nyelvét. Na, végre, a másik átjáró is. Na, ottan aztán lehet pucolni a hagymát. Ottan nem kell félni, hogy szemetekbe megy a hagyma, azt elkezdetek sírni, mert nem megy a szemetekbe.
elég sok mindent lehet mondjuk ott csinálni. Hát napozni nem, mondjuk. Na fordítsuk egymásnak hátat. Örökre. Ott egy újabb felirattal gazdagodtunk, meg egy másik implantátummal. Within the Hall of Knowledge, Tomes of Cerulean, Topaz, Viridian. Ezt fel kéne írni, mert ez a könyvtár, a tudás csarnok a könyvtár lesz szerintem. Azur, topáz, malacit és a karmazsin. De igazából nem azt mondom, hogy színvak vagyok, de azur, topáz, malacit. Az nem PC Guru-ban volt egy szerkesztő? Azur, topáz, malacit és karmazsin. Jó, nem írom fel, mert nincsen papír, de azur, topáz, malacin, karmazsin. Azur, topáz, malacit, karmazsin. Volt a cserepes virág, ez nagyon fent van még. Azur, topáz, malacit, karmazsin. Azur, topáz, malacit, karmazsin. Azur, topáz, malacit, karmazsin. Ca! Az micsoda? Távcső? Hát nem nagyon használjuk a végigjátszás berkein belül. Úgy is mondhatnám, hogy a távcső igen halálra unta magát. Azt valahogy le kéne onnan venni. Ha le lehet. Ezt nem lehet? De azt igen. Ó, nézzétek. Igaz a kis raffáló golyó. Hú, az lábra rámegy. Abból már csak izé lesz. Kín és kesergés. Jó lesz ez, jó lesz ez. Oké. Cserepes virág, azur, topáz, malacit és karmazsin. De malacit az milyen? A malacit az milyen szín? Most így elgondolkodván, malacit. Nem értem, az milyen szín lehet amúgy malacit? Nem tudom. A malacoknak rózsaszín? Azt a büdös! Paszkillere. Azt hittem már megint fürdőnek, aztán nem vagy te egy izéje? Büdös ember, hogy te mindig fürödjél? Nem vagy még... Ja... Így. Majdnem jó lesz ez. Kicsivel feljebb. Nem kell kiindulni, hát... Még a csákjával felvernénk azt az ezüst. De ki tette ide? Gondolom, Winston Spider-Man-né változott, tehát azt ide teszi ezeket az ezüsteket, hogy gyűjtsük fel, vagy ki tette ezeket ide? Oké. Okay. Jó. Na, szerintem itt már nincs semmi, akkor mehetünk a konditerem felé, ugyebár? És akkor most úgy csináld, hogy nehogy a hasadra essé a víztükör ütközésekor, mert az nagyon csípni fog le rá! Ez az. Te vagy az én babám, mármint a játékbeli virtuális hősnőm. Lárának úgy tényleg sokat köszönhetek, mert ő... Meg sok mindenki sokat köszönhet Lárának. De tényleg. És most mi legyen? Oda hogy tudunk átmenni? Na, már nem akarom megint fur... Ja, hogy aha, forzodsz el. Mint a kófnál. Aha. Így van. Eppel is nem tudom minek esetlen. Na ezt a pályát, ezt a konditerem részt gyűlölöm. Uff. Bounty reklám. Nem azt akartam. Menj már fel. De nyomorik. Mármint akarom a készítők lárát. Te sosem vagy az. Milyen hamar megszáradtam úgy. Az a baj, hogy nem az alapruhában vagyunk, és akkor az nem tud vizesedni. Szerintem. Én azt mondom, hogy a konditerem után én szépen kilépek, és megnézem, milyen ruhákat unlockoltunk. Mert szerintem már kaptunk eleget, és hát valami jó kis ruhát megszerzünk. Mert nem tudom, mennyi helyen van, az a baj. Ezt elég elcsesztem, mert szerintem már nagyon kevés hely van a Winchesteremen. Lehet úgy kellett volna, hogy akkor a utolsó pályát egy 9 részbe beletenni, hogy lett volna olyan 10 perc, és akkor ez a 10. ilyen jubileumi, ilyen kis különálló kis rész lett volna. De mindegy most már. Mondjuk nem mindegy, mert még... Jó, csak nem köszöntem. Hát, de akkor is valahogy... Hát akkor bevágtam volna valami köszönést, nem? Minden meg lehet csinálni. Minden meg lehet oldani. De oda hogy megyek fel? Sehogy. Hú, baszki. Hogyha nagyon akarnád, akkor simán oda fel tudnál ugrani lere. Ha nagyon akarnád, de csak akkor, de nem akarod. Na, én azt mondom, kimegyek a partra fürdeni. Most már tényleg ilyen dögmelegbe.
Én leszek az új Jessica Alba. Alma. C mint, mondjuk Cecil, C mint Cucu, vagy C mint Krofmanor. Ott vár minket a bronz. De megint hova akart menni? Láttátok, hogy hova akart menni a csaj? Teljes, totál káosz az egész. Oké. Lehet ezt a részt meg ki is kéne vágni. Nem is kondizik. Hát akkor nem is izzad le rá. Akkor most mit izéljünk? Ez that's my girl! Ahogy ugyebár a egyik afro-amerikai néger mondaná a örömjányának. That's my girl! De miért? De miért? Ez mi volt? Bazd meg. Hosszú forró nyár. És nyugodtan éljátok meg, hogy nektek hogy tetszett ez a végigjátszás, hogy hanyan voltunk, hanyan néztük, mert azért nem olyan sokan néztük, de hát mondom, nem hagyom már pallogon ezt egészet, hát most már elkezdtük, akkor ezt be kell fejezni. Nem az van, hogy elkezdem, azt akkor nem fejezem be. Olyan nincs. Írta valamelyik őtök, hogy legyen utána Rise of the Tomb Raider végigjátszás. Hát végig tudtam vinni ez a gépen, de már felvételen súlyos testi sérülést szereznék a gépnek. Meg lelket is, szóval inkább azt akkor hagyjuk. Na, ezt kellett volna előbb is megcsinálnod, kedves Larecov. Egyébként nem is azon gondolkodok, hogy most összegyűjtsek mindent. Mit te, azt hiszem, csak bronzok vannak. Most én nem akarom ezt a pályát teljesen 100%-ra kivinni, de a bronzok én meg nem fog. Szopózni. Én azt mondom, hogy akkor itten ezt elhagyjuk, ezt a pályarészt. Bocsika, hogyha valakit megbántok ezzel. Tényleg szeretlek titeket. Kb. Annyira, mint Larát. Ne bólogassam. Jó, ezért le kell esnünk, nagyon jó. De semmi, most sem akarok kinyitni? Jó, innen menjünk akkor el. Van még gyógyszerünk? Oké, gyorsan. Ez még segített rajtunk. Ó, micsoda helyek vannak még itten a Croft birtokon, ahova sajnos nem tudunk átjutni. De ezek a szobrok, ezek éjszaka ilyen kísértetés. Nagyon rémisztő szobrok lehetnek. Winston az megint nem csinál semmit. Menjünk vissza a könyvtárba, csak egy vágás következik. Hopszi, bocsi, csak így megnéztem, hogy tartósa még a fegyver. Vagy olyan, mint a romlott parmezán, mint múlkodott a boltba. Nem ezt akartam. Hogy is volt akkor? Azt tudom, hogy a malasz itt volt a harmadik. Topáz, türkiz, azurkék, már is elfelejtettem. Topáz. Na ez néz ki ilyen topázosnak, nem? Vagy a topáz a kék, nem az türkiz. Türkiz a kék, topáz, malacit, azt szerintem sárga lesz, nem? Itt volt egy sárga. Nem is. Jó, mindegy, akkor így váltogatunk, és akkor egyik majcsak bejön, nem? Én nem tudom, hogy így a színekkel teljesen hadilában vagyok, hadirokkantnak is érezhetném magamat. Hát a pont ez a... Hát a pont, nem? Jó, hát akkor legyen most úgy, hogy ne checkpontoljál. Már nem vagy te egy rohadt geci. Megnézzük így, hogy hát ha jó lesz. A szegény asztal, megmolesztálta le rá az asztalt. Azonnal valaki hívja a asztal segítő szervezetet. A lelki problémáin segíteni kell neki. Na hát ez így sem jött be. Jó, akkor legyen az, hogy ezzel kezdjük. Malacit, az tudja, nem a piros a malacit. Akkor ez lesz a malacit. De nem, ez nem jó. Nem jó. A malacit az tuti az emeleten van. Topáz. Hogy volt már? Mondom, fel kellett volna írni. Haj. Oké, így. Akkor bemegyünk az irodába. Mekkora lába van nekül a Larának? Láttátok? Hát nagyon, mint az enyém. Van 47-es. Hújj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 
és akkor a kékhez megyünk le. Hát nem.
topáz. Jó, legyél te a topáz. Igen. Várj, már lehet, hogy csak így sorba kell mennünk, nem? Mondjuk ennyire retardárnak, gagyinak, meg gógyi felügyelőnek nem gondolhat a gép, de lehet. Lehet, csak sorba kellett volna menni. Hát nem. Hát nem. Oké. Nem, ezzel még nem adom fel. Nem vagyok egy presszer Gabi, de nem adom fel. Azt hagyjuk akkor. Közben az a zenét, a zene az el kéne még közben, nem? Valami jó kis ilyen trópusi zene, vagy valami ilyen jógás. Kitágul a csakra mezőnk. Bazd meg. Azt hiszem, hogy Lara már közben így a lelkébe párszor, mert ilyen trágár szavakat elhangoztatott, de én még bírom. Nem adjuk fel. Közben már úgy sem, mintha égő parázsokon ugrálna, és menne, és azért ugrál, így össze-vissza, meg így hátra gyorsabb. Hát ez sem vált be. Lara, szerintem azonnal. Gyújtsa el az egész könyvtárat! Teljes totál káosz. Az egész életem. Úgy látszik a játéknek a dolgai is. Lara át szeretett volna öltözni. Azt mondja, hogy nagyon melege van így felöltözött rétegesebb ruhára. De így is, hogy látszik már, hogy azért ott a gyerekek, az nem kettő darab sárga dinnye oda téve a melltartóba, hanem egy igazi dolgocska. Szerintem rájöttem, megnéztem YouTube-on Tomb Raider Legend végigjátszás, ezért 21.976 találat, és megnéztem egyiket, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és már tényleg itt már nagyon a végén vagyunk a Croftmanoros pályának is. Hullará, ilyen macska ügye, ugrással, macska ügyisséggel, ügyisséggel francba elcsesztem, azt kellett volna. Na mindegy, jó, ez direkt volt, hogy még jobban tudjam Alistair-t idegálni. Jó, akkor még azt a piros könyvet is ki kell, vagyis be kell pöckölnünk. De úgy nyúl hozzá, mint hogyha nem is tudom, ilyen torszülött lenne. Ilyen macskos, ilyen fikás minden, milyen torszülött lenne az a könyv, úgy nyúl hozzá, csak így, csak egyik ujjával, ilyen profi a csaj, ezt a nagyon régóta tudjuk, és akkor mindig az utolsó a türkiszkék, az a földközi tenger színű könyv, és akkor elvileg, hát elcsesztük, mert el lehet cseszni. Nem így kell volna akkor ezt megcsinálni? Jó, hát akkor vissza a feladóhoz, újra próbálkozunk. Én így láttam a videóban. Nem így kellett volna? Ja, a videóban így is ment, elnézést, így járkált, így. Mint hogy nem még jobban nézi a seggét, hogy mozog a bőr rajta, vagy mi, nem értem, hogy a videós miért így mozgott, de ez volt a vége. Akkor valamit itt elnéztem volna? Hát bizonyára igen, várjunk már. Jó, nem adjuk fel. Várjunk már, lehet vissza kéne nézni. A fene essen bele! Hogy ne kapjunk repetát az iskolában. Mekkora égés. Egy ilyen nőszemély mellett égek. Teljesen kiégek, leégek. Várjunk már akkor. A nyavaj essen bele most már tényleg. De első volt a zöld, ez a Grove Street-es izé, fenne gyerek. Ez volt a második, ez a utánzós kis majom. Ez volt a harmadik, most már rájöttem, mert ott fog kinyílni valami a könyvesport, és akkor ez lett volna a negyedik? De nem akar kinyílni ez a szar! Jó, azt hiszem itt a végigjátszás vége. Igen, itt a könyvtárban fogunk egymástól elbúcsúzni, mert nekem ez már így nem kóser az egész. Amúgy is már itt már csak kettő szobrot kellett volna felállítani, valami ilyesmi, és na mindegy, most már teljesen hülyeséget beszélek. Ezt már gyerekek még azt se érti, aki egész életében
néprajz kutatáson vett részt, hogy én mit akarok itt a halandzsázni, mazsolázni. Itt még megnézzük, hát ez lett a helyes irány. Köszönöm. Köszönöm Isten, hogy vagy te nekem, és ennyire megáldottál, hogy ilyen játékokat tudok játszani 2017-ben. Köszönöm. A szív felett megjelent ábrázat, az arcjelet és érintése. Nem tudtam elolvasni. Ó, a fenébe. Lara megint ugrál, csecsei csak úgy lógnak. Elmehetne akár Spider-Man-es póknak. Szépen kinyílódik az ajtó, hogyha ki tudjuk nyitni, és a kilincs nem eléggé. Dzsuvás! Ott van két nyelv, hát nyomjuk meg a fejüket, és ne legyünk leprás. Szépen egyik nyelvét így megbögyörőzzük éppen. A dárdákon úgy ugrálunk, mint egy szép tündérmesében. Átugrálunk oda, a nyelve neki is kint van, felemelkedett Athéné, a nap felé fordul, Winston pedig szívinfarktusban mindjárt meglódul. Hogyha az a szobor kibújott a földből, és ki is bújt a földből, a dárda Winston segébe csak úgy becsődöl. Csak nagyjából végig tudtuk vinni, nem? Csak nagyjából végig tudtuk vinni a Croft Manor pályát is. Örülök, hogy vagyok magamnak. Zippel esetleg még beszélni lehet? Zip, beszéljünk már, beszéljünk, ráugrok a monitorra. A monitort jobban tisztel, mint a nőt ember. És ez gáz. Ultra motherfucking gáz. Milyen 360 okos fordulót kell tenni ennek a angyalkának, hogy mi? Nem, szerintem úgy kell, hogy itt vagyunk. És mi ráugrunk, és akkor kibújik valahonnan egy motherfucking... Arany. Arany ezüst. Arany dísz. Ezt hangosabban, mint a Oscar díjat kapnál meg, le rá. Arany dísz! Kiabáljunk együtt! Arany Winston! Leslie Nielsen! Kiabálj te is! Jó, na, köszönöm, hogy megnéztetek ezt a végigjátszást. És hamarosan, igen, lesz majd anniversary. De mostanában, mert nagyon, most csak így hagyj fejezem be a eddigi végigjátszásaimat is, amikkel le vagyok maradva. Mert nagyon fáj ez, nagyon rossz érzés, mint a judóban a fájdalom nem múlik el, hogy ennyire le vagyok maradva a végigjátszás részekkel. Megkaptuk ezt az aranyat, és jó, még a bronzok megvannak. 3 ezüst is van még. Meg 3 bronz. Elmentsük. És megnézzük, hogy akkor milyen ruhát kaptunk. Tisztelyen izé vagyok. Divat tervező, csak a ruhára megyek. Hát, ha megkaptuk már ezt a bikinit. Az a baj, a bikinikkel nem lehet menni a pályákon. Sajna. Hát nem kaptuk meg. Miért is kapnánk? A kosztümért kaptunk meg. Úgy nézünk ki, mint anyánk. Csak kicsit testesebben. Oké. Hát nem oké, de mindegy. Jó. Hát akkor én valószínűleg fogok itt a bíbelőn, hogy megkapja a bikinis ruhát, mert az nekem kell. Semmi más nem kell az életben, csak az, hogy lerád bikiniből lássam meg, hogy magamat is egyszer majd a tükörben. Sziasztok, és... Köszönöm, hogy megnéztetek ezt a végigjátszás sorozatomat is. Lara Croftos posztál legyen veletek. Sziasztok, gyerekek. Aztán semmi recska.